Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a lehetőséget, a meghívást. Természetesen ez egy kiváló bevezető, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy mindenről fogok tudni beszélni. 20 percet, maximum fél órát szeretnék elmondani egy pár dolgot. Az Európai Unióról, hát már egyrészt, mármint képviselő, 10 éve vagyok ott, tehát belülről látom, és korábban azért, amikor még Londonban éltem, időként még az Európai Unióval is foglalkoztam. Tehát egyébként, ha már erről beszélünk, én 1973 óta vagyok európai állampolgár, mert akkor lépett be Nagy-Britannia, és nekem megvan a brit állampolgárságom is. Tehát van egy bizonyos megközelítési alapom. Igazából azzal szeretném elkezdeni, hogy ebben a pillanatban szerintem Európa válaszút előtt áll, és többféle Európák léteznek. Tehát ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy majdnem mindenki úgy gondolja, hogy csak ez az egy Európa létezik, ami van. Igen, valóban, de más Európák is létezhettek volna, és mivel most tényleg Európa szerintem az európai gondolkodás, az integrációs folyamat válságban van, ennek következtében különféle alternatívákban is gondolkodhatunk. Na most nekem 4 Európát próbálok beazonosítani. Az első az, amit igazából a bizottság képvisel, ez egy integrációs folyamat, tulajdonképpen technokrata, és nem akarja elfogadni, hogy az, ami ott történik, az politikai is. Az egy politikai folyamat, hanem azt mondja, nem, ez egy technikai folyamat, gazdasági integráció, illetve ennek a szabályozása, annak a szabályozása. Na most, ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy a tagállamok, beleértve Magyarországot, rengeteg kompetenciát, jogosítványt adnak át a bizottságnak, ami teljesen racionális. Én mindig azzal a példával szoktam élni, hogy mi, Magyarország, mindenkinek az alvize, leszámítva Szerbiát. Valószínűleg még emlékeznek, hogy mi történt 2000-ben, amikor a Tiszát valahonnan felülről, keletről, valahogyan megmérgezték. Halálomány úgy, ahogy volt, elpusztult. Na most ez azt mondja nekem, hogy ezt a kérdést, tehát igazából az egész környezetvédelmi kérdést hatékonyabban lehet kezelni egy ilyen európai szinten. Tehát nagyon sok jogosítvány átkerül Brüsszelbe, hogy például a környezetvédelmet így és úgy is amúgy rettetesen technikai kell kezelni. Ez nem az én bizottságom, tehát én nem követem közelről, de ritkán, elég ritkán elmegyek, beülök egy ilyen vitára, plenárison, bármilyen nyelven beszélhetnek, de én nem értem, ez annyira technikai. Tehát természetesen ebben a parlamentben Váki Erik kollégám előtte Áder János, most már államelnök úr foglalkozott, ők elszakosodtak, és mi mind elszakosodunk valamelyik irányba. De ezzel azt akarom mondani, hogy itt nagyon komoly politikai döntésekről is van szó, amelyet a bizottság igazából politikai, jogi, illetve valamennyire politikai meghatalmazása van a tagállamoktól, de az egyszerű európai állampolgár ezzel nem tud mit kezdeni. Tehát nem lehet kihívást intézni a bizottság felé, minek következtében létrejött ez a szakadék. Brüsszel egyik oldalon és az utca embere között, és az átlag embere az utcának egyébként nem itt Magyarországon, hanem bárhol Európában nem tudja, hogy mit üvelnek nevében. Mondom, hogy gyakran, ez teljesen racionális, és sőt, kívánatos, de alapvetőleg ez nem közmegegyezéses, nincs benne politikai legitimáció, hogy nagyon, nagyon gyenge. Tehát aki már foglalkozott a politikával, talán a politika elmélet a helyesebb, az tudja, hogy csak úgy lehet valamit legitimálni, hogy igen, mi folyamodunk, mi kihívjuk a politikusokat többek között, azért megyünk el szavazni. Egy kis hirdetés, reklám, május 25-én újra lehet leszavazni. Többek között a Fidesz listára is. Tehát
ezt valaki, egy lengyel szakértő, ha jól emlékszem, technokrata federalizmusnak nevezi ezt a folyamatot. Hogy igen, integráljuk Európát, de ilyen technokrata alapon. És zárjuk ki ebből a népet, mert de úgy se ért hozzá. Most ez veszélyes, ez politikailag szerintem szembe megy a demokráciával. Második Európa az, amit én az emberi jogok Európának nevezek. Ez az, amit a baloldal magáévá tett. Az emberi jogok egyetemesek, univerzálisak, bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben alkalmazhatóak. Ezzel egy probléma van, hogyha az emberi jogok minden más elvet, értéket felülírnak, akkor mi történik újra a néppel, az úgynevezett démosszal? Tehát, hogyha egy bizonyos társadalom így és így dönt, ami mondjuk szembe megy a baloldal által elképzelt emberi jogokkal, akkor mi történik? Melyik az erősebb? Melyiknek kell felülírni a másikat? A baloldal azt mondja, hogy az értékek fontosabbak, mint a tények. Ez nagyon érdekes. Én valamennyire még mindig a felvilágosan egy rasszionalizmusból indulok ki, és azt mondom, hogy a tényeknek megvan a szerepük. Természetesen értékek mindenütt vannak, de az, hogy az emberi jogok, amelyet igazából csak a baloldalnak szabad megfogalmazni, azt mondja nekem, hogy ez nem egy igazi, teljesen egyetemes emberi jogi világ, hanem ez is valamennyire esedékes, és a baloldal elképzeléséből indul ki az egész. Tehát ez a bizonyos Európa felfogás. Szerintem ez az, amit a liberalizmus most átvett. Na most én elég sokat olvastam annak idején, és szerintem az, ami most magát liberalizmusnak nevezi, már messze elrugaszkodott John Stuart Mill-től, Tocqueville-től, más Franz Lieber, biztos nem mond nagyon sokat, német, de aztán Amerikába kötött ki, még nálam is azt hiszem ide tartozik. Tehát vannak nagyon komoly liberális, minek is nevezhető írók 19.-20. században. Azt hiszem, hogy Isaiah Berlin is ide tartozik, mostanában John Gray, akik azt mondják, hogy nem, itt valami alapvető probléma van, tehát az, ami most magát liberalizmusnak nevezi, az már nem ugyanaz. Ez egy identitás, eltulajdonítás, vagy akárminek nevezhetjük. Na most hozzátartozik az is, hogy manapság, ha demokráciáról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy liberális demokrácia. Ez nagyon érdekes, mert amikor én fiatal voltam, akkor még létezett a szociáldemokrácia, létezett a keresztény demokrácia, konzervativizmus, esetleg más változata a demokráciának. De hogyha a liberális demokrácia monopóliumot követel magának, akkor valóban egy ilyen monokultúrával érkeztünk? Tehát szerintem itt van egy nagyon komoly probléma, és szerintem egy elméleti probléma, de nagyon komoly gyakorlati kérdéseket vagy kihívásokat is intéz a társadalom felé. És még hozzátartozik az is, hogy ez egy elit vezérelt gondolkodás, ami aztán le van fordítva elég gyakran a napi politikára. A társadalomnak egy bizonyos része, sőt az is lehet, hogy egy komoly részét kizár, annak ellenére, hogy a liberalizmus állandó jelleggel a kirekesztésről beszél, saját maga is kirekeszt egyes társadalmi rétegeket, és akkor mit csinálunk a népszuverenitással? Tehát hol kezdődik a demokrácia? A liberalizmus által kialakított emberi jogokban, avagy az, amit a nép szeretne. Én tudom, hogy én merre megyek, de mondom, a kérdést szerintem érdemes így fölvetni. A harmadik Európa az, amit az ellen-Európának nevezek. Most ez az, amit a radikális jobboldal, akit populistának hívnak, szélsőségesnek, de megvan ennek a baloldali pandanja is. Tehát, hogyha például Görögországot nézzük, ott van a Syriza, baloldali, Európa ellenes, másutt is vannak ilyen. A volt kommunista országokban ez nagyon gyenge. Franciaországban ott van Mélenchon, a
aki kollégám egyébként, bár soha nem láttam az Európai Parlamentben, de mi 751-en vagyunk, tehát nem lehet mindenkit ismerni, aki szintén Európa ellenes, vagyis ezt az Európát, ami létrejött, ellenzi, de ő erősen baloldali, és tulajdonképpen Hollande-tól, tehát a francia szocialistáktól balra áll. Na most ennek a támogatottsága, ennek az ellen Európának növekszik. Még hozzátennék valami mást is, hogy a szélső jobboldal és a szélső baloldal nem egyszer találkoznak. Ami szintén érdekes, ennek is megvan a történelmi előzménye. Azt hiszem, ez még az előző ciklusban volt. Időnként a parlamentben ilyen kis színjátékokat játszanak a képviselők, mi természetesen nem mi konzervatívok vagyunk. És tőlem jobb oldalra fölállt, nem tudom én, 30 vagy 50, vagy nem tudom hány idősebb úr pólóba, amivel rá volt írva, hogy referendum, népszavazás. És azt elkezdték skandálni, hogy referendum, referendum. És némi meglepetésemre a szélső baloldali a patkusz másik oldalán is fölálltak, nem volt róla náluk volt, de egy ilyen transzparens, egy molinóval álltak föl, ugyanaz népszavazás. Azt mondom, az európai alkotmányról, a lisszaboni szerződésről volt, és mögöttem ült egy francia képviselő, és azt mondta, motyogta, hogy a szélsőségek találkoznak, mondta ő. Les extrêmes se touchent. Ez szerintem benne van, hogy következő parlamentre gondolok, valószínűleg, hogy a szélső jobb oldal 150 képviselőt tud magáénak, a szélső bal oldallal együtt lehetnek 200-an, hát ez teljesen más parlament lesz. De folytatom még erről a szélső jobb oldalról. Ez erősen elitellenes. Sőt, azt mondja, hogy az elitek abszolút rossz irányba vitték Európát, ezt le kell állítani, vissza kell adni Európát a népnek, hogy ez mit jelent, azt nem tudom, de jó hangzik, ugye? Ezzel lehet kampányolni. Európát visszaadni a népnek. Tessék ezt megmondani részletes részből. Akkor már csak ilyen hablatokat lehet hallani. Bevándorlás ellenes, globalizáció ellenes, és tulajdonképpen nem csak, de sok tekintetben a globalizáció veszteseit képviseli. Na most ez egy nagyon nehéz kérdés. Azzal, hogy létrejött a globalizáció, órákat lehet vitatkozni, hogy mit értünk ez alatt, és most nem fogom elmondani, hogy ez ki fog derülni abból, amit mondok. Ez többek között, ezt hangsúlyozom, ez egy gazdasági folyamat is, kommunikációs, stb. Orvosi, pandémia, különféle vírusok terjedése. Most nem erről akarok beszélni, a gazdasági folyamat igazából azt eredményezte, hogy a Kína elsősorban, de nem csak Kína, effektíve, gazdaságilag teljesen leértékelte az európai munkásosztálynak mondjuk egy ötödét. De lehet, hogy egy harmadát. Mert annyira olcsóbb a kínai munkaerő, egyelőre. Lehet, hogy 20 év múlva ez másképpen fog kinézni, de az már majdnem egy emberöltő. És akkor mit csinál valaki, akinek a munkája nem ér semmit, gazdaságilag, emberileg persze igen. És azt mondja akkor az elitek, hogy ja, ez majd elrendeződik, a piac mindent megold. A piac nem old meg mindent, vagy ha igen, akkor nem biztos, hogy ezt a megoldást szeretjük látni. Ráadásul ezek az emberek állampolgárok, tehát állampolgári jogokkal rendelkeznek, és azt mondják, hogy bennünket az úgynevezett fősodorbeli elitek nem képviselnek a mi érdekeinket, tehát előjönnek ezek az úgynevezett szélsőségesek, akik azt mondják, amit mi hallani szeretnénk. Tehát ne lepődjünk meg azon, hogy igenis több országban, nagy részt egyébként az EU-15-ben, tehát a 2004 előtti a régi tagállamokban, ez egy külön kérdés, hogy régi tagállamok, új tagállamok, még remélem lesz időm kitérni. Tehát, hogy a Franciaországot nézzük, már Mélenchont említettem, de ott van Marine Le Pen, aki egyébként szintén képviselőtársam, őt már láttam egy párszor, beszéltem vele. Lehet, hogy ők ketten, tehát a szélső jobb, szélső baloldal a Franciaországban, a most következő parlamenti választásokon 35-40%-ot kapnak,
Sokat, az biztos. Igen, a helyhatósági választásokon jól szerepelt a szélső baló, a szélső jobb oldal, de a konzervatív UMP is, tehát nem tudom megmondani, hogy mi lesz. A Hollandiában Geert Wilders valószínűleg a lakosság vagy a szavazók 20%-ának a támogatását élvezi. Erősen iszlám ellenes, erősen migráció ellenes. De most az, ami érdekes, hogy ezek a mondjuk szélsőséges, nekem vannak két helyen, most nevezzük őket szélsőségesnek, ezek az erők elindítottak egy összefogást. És úgy néz ki, hogy jön szövetség, hogy a parlamenten belül ők együtt fognak föllépni. Franciaország, Hollandia, igen, Strache, Ausztriában van egy párt, amit Svédország demokráciának hívnak, azok is beléptek, a finnek még nem. Ez egy párt, amit valamikor igaz finneknek hívtak, most már csak finneknek hívják. Suomalaiset gondolom finnül. Dániában ott van egy nagyon szélsőséges párt és egy kevésbé szélsőséges párt, és ők nem állnak szóba egymással. Belgiumban van a Flamand követelés, Flams Bilang, most nem is tudom, hogy mi ennek a jó fordítása, és másutt. Spanyolországban inkább baloldali, vagy szeparatista, mint a katalánok. Olaszországban, Olaszországban Beppe Grillo. Beppe Grillo valamikor pojáca volt. De most már politikailag lehet, hogy a lakosságnak 25%-ának a támogatást élvezi. Én nemrég voltam Rómában, és többek között egy ilyen grillista, vagy nem tudom mi ennek a jó fordítása, képviselővel találkoztam, és ez egy kedves fiú volt, de igazából nem tudta. Megkérdeztük tőle, hogy ha ők most bekerülnek a parlamentbe, Brüsszelbe, hol fognak ülni kivel? Hát ezt még nem tudjuk, majd el fogjuk dönteni, de minden esetre, hogyha a szavazatoknak egy negyedét kapják meg, akkor ez egy nagyon komoly politikai erő. Nem biztos, hogy 25%-a, de sokat fognak megkapni. Aztán még ott van a Lega Nord, ami már régi, és mindehhez még egy valamit hozzátennék. Hogy ezek a szélső jobboldali pártok elég komoly támogatást élveznek Putyin részéről. Tehát sok pénzt kapnak, mind egyre inkább kiderül Moszkvából. Még nem beszéltem a brit függetlenségek, bocsánat, Egyesült Királyság belé függetlenségi párt, ez a UKIP, aki ahonnan ismerek egy pár képviselőt, ahonnan a vezetője Nigel Farage biztos ismert önöket, minden tévében látható. Ha nem, akkor nézzék meg a YouTube-on, kiváló performanszokat ad. Ő volt az, aki a bizottság elnökét, Van Rompuyt, szürke belga vigésznek nevezte, valami ilyesfajta kijelentést tett. És amikor egyesek tiltakoztak ez ellen, hogy ez koromba, igen, akkor azt mondta, hogy get over it, vagyis hogy szokjátok meg. Némileg pofátlan. Az az, amit én még nem látok, hogy létrejön-e valamiféle szövetség a franciák és az angolok között. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos feltétele annak, hogy ezek a szélső jobboldali erők megakadályozzák a parlament működést. A veszély valóban ott van, mert esetleg egy blokkoló kisebbséget tudnak létrehozni, akkor például az Európai Uniónak nem ez költségvetése. Nagyon kínos, ugye? És akkor mi nem kapjuk meg a transfereket. Akkor hiába vannak strukturális és kohéziós alapok, ezek nem fognak ide kerülni, mert nem lesz költségvetés. Ezzel mi lesz, azt nem tudom, senki se tudja. Van B-terv? Ha igen, akkor senki se veri kimondani. Tehát ez nagyon-nagyon komoly válságot okozhat elő. Nem akarom azt mondani, hogy lesz válság, de nem menném kiszárni. Utolsó, negyedik Európa, ez az, ami áll legközelebb hozzám, ez az egyenlő tisztelet Európája. És szerintem az európai integrációs folyamat így kezdődött az 50-es években. Akkor volt 6 ország, Luxemburg, Belgium, Hollandia, Olaszország, Németország, Franciaország. És az volt az alapja, hogy persze, hogy soha ne legyen többé háború Európában, ez
legalábbis ami ezeket az országokat érdekli, tökéletesen sikerült. Német-francia háború azóta nem is volt. Az, hogy ott voltak kis államok, voltak nagy államok, sokat segített abban, hogy a legelején ezek az államok elfogadják egymástól eltérő hatalmi nagyságát. Tehát a franciáknak le kellett nyelniük azt is, hogy időről időre a luxemburgiak mondták meg, hogy mit hogyan kell csinálni. Vagy a hollandok, akik azért alapvetően másképpen gondolkodnak, mint a németek vagy a franciák. Sőt, hát az még nagyon közel volt a II. Világháborús megszálláshoz. De mondták a hollandok, oké, számunkra Európa fontosabb. Tehát itt volt egy ilyen egyszerre idealista és pragmatikus megközelítés. Na most ez az Európa, amiben én gondolkodok, egyenlő elismerés, egyenlő tisztelet Európája, ez még mindig valamennyire létezik, mert ha nem léteznek, az szerintem szétesne Európa, úgy, ahogy van. Ugyanakkor, és mondjuk ez lenne az utolsó téma, amiről még szeretnék beszélni, bár itt négy oldali anyag van, de aztán később el kell mennem, hogy Magyarország ezen belül, ezen a helyzeten belül, tehát már 10 éve vagyunk. Na most az számomra tulajdonképpen elképesztő, hogy már 10 év vagyunk ott, és még mindig új tagállamok vagyunk. Valaki klasszikusan mondta, hogy egy párcipő 10 év után már nem új. Egy tagállam igen. Most itt van valami, ami nekem nem stimmel. De hogy van az, hogy ez még mindig így van? Hát szerintem itt az egyenlőség, vagy az egyenlő tisztelet, hogy csorbát szenved, vagyis sokkal komolyabban, hogy szerintem az a bizonyos 2004-2007-es bővítés, aminek mi is élvezzük egyes sikereit, azért nem volt annyira sikeres. Na most én nem vagyok közgazdász, tehát ez abszolút lopott tény egy olasz közgazdásztól. Egy konferencián vettem részt tavaly, ősszel, és ők nagyon érdekes táblázatot mutatott föl, hogy egyfőre első GDP a különféle tagállamokban 2004 és 2012 között. Az, ami számomra megdöbbentő, hogy a sorrend nem változott. Tehát az átlag, most már nem emlékszem az abszolút számokra, az Olaszország. Kicsit az európai átlag alatt van, de nem sokkal. Ausztria valahol ott van az egekben. Az, ami érdekes számomra, hogy 2004-ben, tehát amikor mi mind beléptünk, akkor Szlovénia és Csehország ebben a sorrendben megelőzték Portugáliát és Görögországot, a többi új tagállam mind ez alatt volt, és még most is ott vagyunk. Mert nem változott. Igen, minden egyes országon belül komoly változások történtek, tehát hogyha mi összehasonlítjuk saját magunkat 2004-jel, azért tudjuk, hogy ez alatt a 10 év alatt sok minden változott. Többek között ezekből a bizonyos transferekből is mi alakult át, mi nem, már csak körül kell nézni Budapesten például. Én rendszeresen járok Vasmegyében, mert ez a virtuális választókerületem is. Lehet látni, nem tudom, van-e itt valaki, aki ismeri Kőszeget, radikálisan változott, nagyon szép. Nagyon jó használják a pénzt. De ugyanakkor, és ez a probléma, ez az én alapvető problémám, hogy az mostani Európai Uniós rendszer, ez a liberális, piacorientált megközelítés igazából konzerválja ezt a sorrendet. Tehát a mi egyenlőtlenségünket. Na most ez persze azért kellemetlen és kényelmetlen, mert ennek a gazdasági egyenlőtlenségnek megvan a politikai dimenziója is. Mi amúgy is egy ilyen középnagyságú állam vagyunk, tudom, mi szeretjük azt mondani, hogy mi egy kis ország vagyunk, nem annyira. Most nem tudom pontosan hány ország van az Európai Unióban, Magyarországnál jóval kisebb. Aztán Málta a legkisebb, ugye? Van 400 ezerrel, és parányi a területe. Szerintem a Balatonban 3 Málta is elférne, de lehet, hogy csak 2. Nem tudom, valahogy valaki járt ott, nekem nagyon tetszik a hely, nagyon, és nagyon jó, az egész jó hely nagyon jó. De ugyanakkor valahogyan, annak ellenére, hogy mi egy ilyen középnagyságú állam vagyunk,
a politikai súlyunk igazából nem egészen egyenlő. Tehát ez mai napig is így van, hogy a nagyállamok, most elsősorban Németország, mondjuk úgy, hogy diktálja a tempót. Természetesen lehet vitatkozni. De ha Berlin, Párizs, London azt mondják, hogy még így is így kell lennie, akkor ez nagyon nehéz. Lehet próbálkozni azzal, hogy az ember befolyásolja, de nem nagyon lehet azt mondani, hogy nem. Vagy ha igen, akkor ezért nagyon komoly árat kell fizetni. Na most én nem akarok részletekbe bocsátkozni, már csak amúgy sem, mert sokat beszéltem, de akit ez a téma érdekel, és a téma szerintem nagyon izgalmas, de oké, hát én elfogult vagyok, akkor tessék el olvasni Wiedermann Helga könyvét, Sakk és póker, ami most jelent meg pár héttel ezelőtt. Én nem tudtam letenni, úgy olvastam, mint egy krimit. Én érdekelt vagyok. Nagyon szépen, nagyon világosan leírja ezeket az ütközeteket, a bizottság, hogy a bizottság megpróbált Magyarországra ráerőszakolni egy bizonyos gazdaságpolitikát, és a magyar kormány, hogy nem. De akkor is, de akkor sem. És ment a húzavonal, és aztán végén megnyertük a csatát, de szerintem ezt másképpen kellett volna elintézni. Tehát egy sokkal nyíltabb vitával, és hogy a bizottságnak is kellett volna engedni. A végén úgy nyertük meg, hogy a miniszterelnök úr azt mondta, hogy ha ez nem megy át, akkor Magyarország ahol csak tud vétózni fog. Na most ez a nukleáris opció. Ezzel van nagyon gyakran nem lehet élni, de szerintem elég fontos volt az ügy ahhoz, hogy igen, hogy ez megtörténjen. Tehát azt mondanám, hogy ez az általam kedvelt egyenlő tisztelet Európája, előfordul, hogy nem létezik, hogy nem úgy működik. És talán még egy dolgot hozzátennék, egy kedvenc idézetem. A portugál elnökség végén, azt hiszem 2009-ben volt, ugye? Van egy szakértő, aki tudja, hogy mikor volt a portugál elnökség? Úgy rémlik, hogy ez 2009. decemberében volt. Eljött az akkori portugál miniszterelnök, José Sócrates, és azt mondta a záróbeszédében, hogy a demokrácia az Európának a DNS-e. Nagyon tetszett. Nagyon sajnálom, hogy ez nem neked jutott eszembe. Beszédírója, nem tudom ki volt, de le a kalappal. Ezzel csak egy nagy baj van. Lehet, hogy Európában demokrácia, európai szinten van demokrácia, de hol van az európai nép? Hol van az európai démosz? Egy démoszmentes demokrácia? Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm a kérdést, ez valóban nagyon érdekes, nem tértem ki Törökországban, amúgy is túl sokat beszéltem. Ez változott, tehát amikor 2004-ben, ez már nagyon komolyan ott az a napi renden, hogy kezdjük el a tárgyalásokat Törökországgal, akkor szerintem a képviselőknek azok a többsége amellett volt, hogy igen, Törökországgal el kell kezdeni, végre az érdembeli tárgyalást, valamikor 50 évvel ezelőtt tették meg ezeket, mondták ezeket az ígéreteknek Ankara felé. És ezek a tárgyalások elindultak, de nem jutottak nagyon messzire. Na most szerintem itt a legnagyobb probléma, ez már egy ilyen bonyolult technikai kérdés, az úgynevezett ankarai protokoll. Az ankarai protokoll azt mondja, hogy Törökország megígéri, hogy minden egyes tagállamnak a repülőgépet és hajóit fogadja. Ciprus itt nem. Tehát ennek következtében Ciprus állandó jelleggel vétózza a fejezetek megnyitását. Egy pár fejezetet megnyitottak, aztán Ciprus azt mondja, ebből elegünk van, de ugyanakkor sok minden más tényező következtében Európában elindult, valamilyen mindig is ott volt, egy bizonyos török ellenesség és iszlám ellenesség. Most nem akar, azt hiszem, ezeket a részleteket nagy rész mindenki ismeri. Én nem tartozok azok közé, aki azt mondja, hogy az iszlámnak nincs helye Európában, szerintem az iszlám ott van Európában, nem csak a bevándorlók miatt, hanem Bosznia, Albánia, Koszovó, ezek iszlám többségű társadalmak, és ezek régi európai országok, területek,
akárminek nevezzük őket, hogy hogyan vették fel az iszlám vallást, azt tudjuk, hogy történelmi kérdés, de minden esetre ezek régóta Európában élnek, tehát szerintem ebből kiindulva, igen, az iszlám nagyon régóta itt van Európában. Egyes területekről sikeresen, a kereszténység sikeresen felszámolt az iszlám, a Spanyolország, Szicília, máshogy nem. Oké, hát ez a valóság. Tehát amikor Európa belépett a modern korba, akkor már ott voltak ezek az iszlám vallású társadalmak. Na mostan, ami Törökországot magát illeti, Törökország is változott, és itt van egy kölcsönhatás, amit nagyon nehéz felmérni, hogy a török csatlakozás hogyan befolyásolta, vagyis a török csatlakozás perspektívája, hogyan befolyásolta az európai közvéleményt, ha van egyáltalán ilyen, és fordítva, hogy a tárgyalások majdnem teljes leállása hogyan befolyásolta a török közvéleményt. Tehát mind a két irányban van, tehát lehetett látni, hogy időnként Törökország sem nagyon lelkesedik, aztán amikor a ciprusi elnökség volt, akkor Törökország kijelentett, hogy szóba se áll Ciprussal. Most ez nem vette ki magát nagyon jó. Sok tekintetben, hát akkor mi nem fogadjuk el Ciprust egyenlő, egyenértékű európai államnak. Szerintem a válasz egyértelmű. Most képzeljünk el egy olyan forgatókönyvet, hogy mondjuk 1998-ban Magyarország azt mondja, mi nem ismerjük el Dániát. Akkor is mi folytatjuk a tárgyalást. Elképzelhetetlen. Tehát Törökország igazából kapott egy bizonyos kiemelt helyzetet. Hozzátartozik ehhez, hogy a ciprusi kérdés megoldatlansága valamennyire Görögország, Ciprus déli részének és az Európai Uniónak a felelőssége is. Tehát nem ilyen egyszerű, tehát mind a két oldalon vannak problémák. Az, ami azonban tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Törökország egy nagyon sikeres állam volt, és szerintem még most is az, hosszú ideig, hát a gazdasági növekedés, fenomenális, volt mit behozni, mert szerintem hosszú ideig Törökország stagnált, de ez teljesen megváltozott. Igazából már a 80-as években indult el a folyamat, ez aztán tovább ment. Ugyanakkor ennek erre építve Törökország elkezdett egy ilyen regionális hatalmi szerepet játszani, és azt hiszem, hogy a szíriai válság következtében ez a stratégia nagyon rosszul áll. Tehát szerintem Törökország szíriai, nek is nevezhető. Regionális felügyelet talán ez a helyes kifejezés. Nem bekebelezés, nem erről volt szó, de elég hosszú ideig egyébként Törökország és Assad jól jöttek ki egymásra. És amikor kirobbant az arab tavasz, akkor azt hiszem a miniszterelnöknek, Erdogannak az volt a véleménye, hogy igen, ezt most mi fogjuk vezetni, mert mi vagyunk az igazi iszlám demokrácia. De mint tudjuk, hogy Szíriában ez visszafelé sült el, és még mindenki azt hitte abban a pillanatban, hogy Assad 3 hétig fogja magát tartani, kiderült, hogy 3 évig, tehát már 3 éve tart, katasztrófa, vérontás. Tehát ebből a szempontból nézve a török stratégia igazából csődöt mondott, és nem tudom, hogy ez melyik irányba fog elmenni. Aztán ott vannak a korrupciós történetek, ott vannak az Ergenekon, meg amit akarunk. Alapvetőleg ez úgy megerősíti elég sok mindenkiben azt a gondolatot, hogy igen, folytatódjanak a tárgyalások, de nem kell vele sietni. És egyeseknek az a véleményük, hogy a tárgyalások nem az Európai Uniós tagságról szólnak, hanem hogy Törökország a lehető legkedvezőbb feltételeket kapja meg az Európai Unión kívül. Ez az egyik forgatókönyv. Van egy másik forgatókönyv, ami Magyarországnak nem kedvez, hogy ki fog alakulni a kemény mag, a belső mag, egy belső kör, Németország, Finnország, Dánia, Hollandia, Ausztria, a megbízható, idézőjelben mondom, északi államok,
Nagy-Britannia nem természetesen, Írország talán igen, talán nem, inkább nem, a többiek megbízhatatlanok. És akkor ez lenne a belső kör, aztán lenne egy külső kör, a külső körben bárkit be lehet engedni. Törököket miért nem? De az az Európa sokkal kevesebbet ér. És nem tudom igazából, hogy most, ha egy népszavazást tartanának Törökországba, akkor ilyen vélemény kerekedne fölül. Igen, nem, Európa mellett, Európa ellen. Nem tudom. Tehát azt mondom, hogy Törökország is sokat változott, és ez a modernizációs folyamat magától értetődően a török társadalmat is megváltoztatta. Tehát az urbanizáció már jóval korábban elindult, nem tévedek, Isztambul Európa legnagyobb városa, 15-6 millió lakosa van. Tehát 16? Oké. Okay. Hát hány Buda? 8 Budapestet lehetne oda beilleszteni? Már kilencet. Tehát akkor mi megyünk visszafelé. Na most ez azt is mondja, hogy társadalmilag ez radikálisan megváltozott. Tehát azok, akik oda költöznek, ezek első generációs városi lakosok, aki tud valamit a szociológiáról, az tudja, hogy ez egy ilyen bomlékony társadalmi helyzet. Tehát azt mondanám, hogy a török modernizációs folyamatnak még nincs vége. Tehát nem vagyok arról meggyőződve, hogy az a politikai rendszer, ami Törökországon kialakult, az valóban képes elfogadni a modernséget, Kopenhágai kritériumokat, a demokráciát, ahogyan ezt nyugaton értelmezik, és világos, hogy nekem ezzel is vannak problémáim. És igazából ez változik természetesen, de mondjuk úgy, hogy Ankarától keletre a társadalomnak egy nagy, elég komoly része igazából premodern. Ez változhat ugyanúgy, ahogy Európában is mondjuk 1914 előtt a társadalomnak egy nagyon komoly része szintén premodern volt, a parasztság. Még egy szót erről, számomra Európa egyik legnagyobb sikere. Az, hogy a 20. században a parasztságot sikeresen átalakították állampolgárra. Ez egy fájdalmas folyamat, nagyon nehéz falusi lakosból városi lakossá változni, a szociológia ezt elég jól ismeri, és ez nem csak egy közép-európai különlegesség. Tessék megnézni Franciaországot. Elfejtettem ennek a filmnek a nevét. Valamikor a háború után készült, az egyik legmulatságosabb film, amit valaha láttam. A háttér, a couleur locale igazából egy kis falu Franciaországban, abszolút úgy élnek, hagyományos paraszti életet. Nem kell leírnom, mert csak tessék elolvasni Illés Gyulát, Puszták népét. Azzal a különbségben, hogy villanyáron már volt. De most ezt Franciaország sikeresen átalakította a 60-as évekre, és egyébként az Európai Uniós transferek nagyon sokat segítettek ebben. Ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat. A kommunizmus ezt nagyon kegyetlenül oldotta meg, tehát csak el kell olvasni azokat a szociográfiákat, hogyan nézett ki Budapest az 50-es években. És nem csak Budapest, Varsó. Prága talán egy fokkal kevésbé, de Ostrava, igen. Tehát azt mondanám, hogy Törökország még valamennyire ott tart, hogy ez a folyamat még mindig tart, nem fejeződött be. Tehát ezért mondom, hogy komoly integrációs kérdések merülnek föl Törökországban kapcsolatosan. Azt hiszem, mi abból indulhatunk ki, hogy Bulgáriát és Romániát túl korán fogadta be az Európai Unió. Azt hiszem, ezt most már mindenki, majdnem mindenki elfogadja, hogy az elhamarkodott volt. Ennek azért van egy következménye, hogy az úgynevezett benchmarking, tehát a standardok sokkal szigorúbbak a többiekkel szemben. A horvátoknak sokkal nehezebb volt csatlakozni, mint nekünk, és a szerbeknek még nehezebb lesz. Tehát a parlamentben, a parlament ír minden egyes csatlakozandó országról egy jelentést, én vagyok a néppárti árnyék jelentést tevő, minek következtében én gyakran járok Szerbiába, és nem a Vajdaságba, mondom, hogy elmegyek, de Belgrádba. És azt látom, hogy a szerbek most már nagyon fölkészültek erre, hogy igen, ők tudják, hogy ezt föl kell számolni. Nekünk nem volt ilyen nehéz.
Tehát változnak a standardok. És erre azt lehet mondani, hogy az kettős mérce. Oké, de itt igazából változásról beszélt. És ami Törökországot illeti, valóban van előítélet, de a bizottságon belül szerintem nem. Ott technokrata alapon nézik, teljesítik, nem teljesítik. Teljesítik, nem teljesítik. Tehát a politikai akarat azonban biztos, hogy gyengébb most, mint 9 évvel ezelőtt. Tehát valószínűleg erre már senki sem emlékszik. 2005-ben kezdték el a tárgyalásokat Törökországgal és Horvátországgal. Tehát a horvátoknak sikerült. Ebben mi is segítettünk egy kicsit, de nem csak mi. De a horvátok maguk elérték azt a szintet, amiből kiindulva az Európai Unió azt mondta, hogy igen. De nem volt könnyű. 9 év. Tehát itt tényleg arról beszélünk, hogy Törökországnak nehezebb, de szerintem Törökország fejlettségi szintje, és nem ott tart, ahol mondjuk a horvátoké tartunk, vagy a miénk, vagy annak idején, nem tudom én, a finneké. Tehát itt tényleg vannak nagyon komoly politikai, szociológiai, kulturális kérdések, de nem csak az előítélet. Előítélet is van, de előítélet mindenütt van. Ezt én persze elfogadom, hogyha egy demokráciát csak akkor lehet működtetni, hogyha a társadalom zöme elfogadja ezt a kétoldalúságot. Én azt látom, amennyire ismerem Törökországot, és én nem vagyok török szakértő, hogy korábban az úgynevezett mély állam, a devlet megakadályozta, ez volt a kemalista változata, de időközben kialakulnak újabb mély államok, vagy mély hálózatok, rendszerek, amelyek azt mondják, hogy nem, mi a saját érdekünkben dolgozunk, és mi nem fogadjuk el azt, hogy az egész állam, minden állampolgár érdekeit képviseljük. Na most, ha ez így van, ezeket nevezhetjük mafiáknak is. Ha Oroszországról beszélnénk, akkor ez mafia lenne. Tehát itt vannak nagyon komoly problémák, ami azt mondja valahogy nekem, hogy senki sem volt eddig képes megfogalmazni a közérdeket úgy, hogy ez mindenkire vonatkozik. És lehet, hogy ez a fő problémája a Törökországnak, és ezt valószínűleg vissza lehet vezetni az egész kemáli forradalomra. Hogy ez egy erőszakos, felülről érkező, modernizációs forradalom volt. És az örök lakosságnak egy nagyon komoly része azt mondta, hogy nem akarunk erről tudomást venni. Tehát én tényleg ebben látok, ezek mondom, ilyen szociokulturális tényezők, nagyon komoly problémákat látok. Másút az eliteknek sikerült átvarázsolni a társadalmat. Mint mondom, fájdalmas volt sok tekintetben, és lassú, és két nemzedék, három nemzedék. Törökországban ez a folyamat még mindig tart. Tehát itt van a probléma. De hogyha valaki megmondja nekem, hogy mi a közérdek, akkor én örömmel hallgatnám. A mostani kormánnyal megkapná Európa a többséget. Na most, ez csak egy becslés részemről, de azt mondanám, hogy aki ott volt a nagy gyűlésen 10 nappal ezelőtt, az egyik legérdekesebb momentum az volt, amikor a néppárt elnöke, Joseph Dauphin, francia, többször beszélt Európáról, akkor tapsoltak. Tehát nem fütyülték ki. Na most ez, hát ez csak mondjuk 400, majdnem 500 ezer ember, és ez mennyire mérvadó, az mindig lehet vitatkozni. De azt hiszem, hogy ha lenne egy ilyen felmérés, akkor meg lenne a többség. Azzal is tisztában vagyok, hogy igen, Magyarországon is létezik egy komoly, Európa ellenes, szerintem még mindig kisebbség. Hát nem véletlenül kapott a Jobbik 20%-ot, 20,5. És valószínűleg baloldalon is vannak sokkal kisebb számban euroszkeptikusok, lakosságnak 30%-a EU ellenes, mondjuk, az még tűrhető.
minden államnak joga van egy biztos delegálni. Tehát ez nem egy különlegesség, hanem kezdettől fogva mindig is volt egy magyar biztos, hogy az illető magyar biztos mit csinált Magyarország érdekében, hát azt a kérdést nekik kell föltenni. Nem biztos, hogy olyan nagyon sokat tett volna Kovács László és Andor László annak idején. Hogy ki lesz a következő biztos, azt én természetesen nem tudom, de feltételezem, hogy az illető igenis, ahol erre szükség van, képviselni fogja a magyar állam érdekét is. Na most itt van egy ilyen nagyon érdekes feszültség. Tehát elvben minden biztos elfelejti az ő hovatartozását, és az európai érdeket képviseli. De a gyakorlatban azért nagyon jól tudjuk, hogy ez nem egészen így működik. Én történetesen valamennyire ismerem a francia biztost, korábban képviselő volt a bizottságomban, Michel Barnier, és igazából nem rejti véka alá, hogy persze ő egy európai érdeket szeret kidolgozni, de ne úgy, hogy esetleg a francia érdek szenvedjen ennek következtében. Tehát mind a kettő ott van, hogy melyik kerül előtérben, az szerintem esetleges. Most én Skóciába jártam iskolába és egyetemre, tehát némileg elfogult vagyok. Sőt, azt hiszem, hogy akármennyire tudnak önök angolul, hogyha eltűvenj, vagy bedobják önöket Glasgow-ba, egy szót sem fognak megérteni. Én megértem. Abból indulok ki, hogy mi úgy gondoljuk az államokat, hogy ez az örökké valóság. Minden állam a történelemnek a terméke, a produktuma. Tehát mi nagyon jól tudjuk, hogy mi nem így akartuk volna. Trianon. Minden, sok mindent megváltoztatott. És itt elmondhatok egy ilyen kontrafaktuális gondolatot. Ha Magyarország független állam lett volna 14-ben, akkor valószínűleg semleges maradt az első világháborúban. Magyarországnak nem volt érdeke, hogy részt vegyen a háborúba. Tehát a függetlenségnek megvan a szerepe. Nem csak az olimpiai játékokon. Hogy a skótok miért akarnak függetlenek lenni, ez egy nagyon hosszú történet. Szeptember 18-án lesz a népszavazás, majd meglátjuk. Katalónia egy érdekes kérdés. A katalánok azt mondják többek között, most már nem, de egy időben a mellettem ülő képviselő, aki katalán és konzervatív, azt mondja, hogy ezek a spanyolok, ezek tehetetlenek. Te nem vagy spanyol? Igen, de katalán vagyok. Nagyon érdekes. Többek között olyanokkal jönnek elő, hogy igen, Spanyolország megakadályozza Katalóniának ezt is, ezt a fejlődését. Sokkal többet fizet Katalónia közös kasszába, mint a visszakapcsolat. Miért kell nekünk támogatni a szegényebb vidékeket? Nem érzik velük egyet, hogy Katalóniának nagyon régóta spanyol elnyomás alatt van, történelmileg Aragónia, Katalónia elődállama, stb. Stb. Ez mindenki tud magának kidolgozni egy történelmet. Itt csak azt mondom, hogy a katalánok egyébként tényleg van egy különálló nyelvű, bár hogyha valaki tud spanyol, akkor szerintem a katalánul mindent megért, vagy majdnem mindent. Más, de nem a radikálisan más. Tehát mondjuk sokkal kevesebb a különbség mondjuk az angol és a német között. De a katalánok azt mondják, hogy nem, mi más, mi egy független államot szeretnénk. Na most ez egy nagyon nehéz kérdés. A nemzetközi jog azt mondja, hogy egy nép követelhet magának egy független államot. De ki dönti el, hogy mi egy nép? Erre nincs válasz. Tehát ez egy politikai kérdés, és hát én azt látom, hogy a spanyolok, tehát a madridiak azt mondják, hogy hallani se akarunk arról. Mi ezt a következmény, azt nem tudom. Ami Észak-Olaszországot illeti, hát én nem vagyok arról meggyőződve, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik. Én nem tudok nagyon jó, egy étlapot el tudok olvasni olaszul. Talán egy újságcikket, ha nagyon muszáj. Tehát én ebben abszolút nem vagyok szakértő, de azért tudom, hogy minden egyes olasz területnek, régiónak megvan a saját szaktájnyelve,
amit nem értenek meg. Tehát például ott van Velencében, ott van a Veneciano, az szerintem távolabb van az olasztó, mint mondjuk a spanyol, vagy a katalán. Egy ilyen új latin nyelv, csak hogy az írott nyelv az az olasz. Tehát itt vannak ilyen helyi hagyományok, és azt mondják, hogy ott van az a rettenetes Róma, az egy ilyen pióca, az mindent kiszív belőlük, hát ismerjük ezeket a diskurzusokat, és mi függetlenek akarunk lenni. Ez nem csak Velencéről szólt egyébként ez a teljesen nem hivatalos népszavazás, hanem az egész Veneto, a velencei tartomány, és hogy igen, mi rendesek vagyunk, tisztességesek, megbízhatóak, másképpen főzzük a makaron, nem, hogy nincs makaron, mert alapvetően hogy hívják a helyi tésztát. Tehát mások vagyunk, és egyre kevesebb közünk van azokhoz, vel, az a társaság. És csak el kell menni Milánóba, és meg kell kérdezni a Lombardia. Mi az önök vélemény Róma? Róma? Nem, hát az egy mocsás, semmi közünk hozzá. Tehát, hogyha az ember ebből az alapból indul ki, akkor igen, akkor lát ilyen regionális különbségeket, és én csak azt tudom mondani, hogy idő múlva lehetséges, nem kötelező, hogy igen, egy régió kinövi magát, és akkor azt mondja, inkább függetlenséget szeretnék. Miért nem? Európán belül, addig, ameddig létezik az Európa Unió, ez nem egy olyan nagy probléma. Problémákkal jár, mert hát például a külügyminisztérium, most minden át kell gondolni. Nemrég beszéltem egy angol diplomatával, és mondtam neki, hogy mint magyar, azért én tudom, hogy Skócia függetlensége nem olyan fájdalmas. Meg lehet szokni. Három nemzedék mondta, rettenetes lenni. Elsüllyed Nagy-Britannia. Nem fogja elsüllyedni. Tehát visszatérek arra, hogy államok jönnek, államok mennek, pedig mindenki azt hiszi, hogy ez a legstabilabb dolog a világon. Nem igaz. Csak mi úgy éljük meg, és hát mi ezt szeretjük. Azért ez egy némi trauma, hogyha egy állam megszűnik. Gondoljuk Csehszlovákiára. Nagyon, de most már nagyon sikeres a válás. Most sokkal jobban vannak egymással, sokkal jobban jönnek ki egymással a csehek és a szlovákok, mint amikor egy államban éltek. De megvan a létjogosultsága. Vagy azt hiszem, a svédek és a norvégok mindig nem kedvelik egymást különösebben. Az is egy állam volt 1905-ig, azt hiszem, akkor volt a népszavazás. Tehát, mint mondom, jönnek-mennek. A birodalmak fölbomlása az egy nehezebb kérdés. Itt differenciálni kell. Tehát az előző kormány 2010 előtt abszolút nem akart ezzel foglalkozni. És mi ezt megtanultuk a parlamentben, hogy mi egyedül képviselők nagyon keveset tudunk elérni, hogyha a mindenkori kormány bennünket nem támogat. És az akkori kormány bennünket abszolút nem támogatott, sőt, még információt sem kapunk az állandó képviselettől. Attól az állandó képviselettől, amit a magyar adófizető pénzén tartanak föl. És mi hiába reklamáltunk, semmi. Ez valamire megváltozott, tehát azért mondjuk úgy, hogy az Európai Unió a gyerekcipőbe jár, ami a kisebbségvédelmet illeti. Ráadásul, ha én azt mondom, mondjuk, hogy kisebbségek, vagy minorities, akkor nem a nyelvi kisebbségekről van szó, hanem a gender kisebbségekről, a melegekről például. Tehát a baloldaliak azt mondják, igen, mindenképpen meg kell védeni a kisebbségeket, akkor nem a magyar kisebbségekről beszélek, és amikor mi időként mondjuk, hogy mi a bajuk a nyelvi kisebbségekkel, milyen szép idő van. Tehát abszolút kizárják a kérdést. A nagy kivétel ez alól Tabanyi Csaba, aki tényleg nagyon komoly szerepet játszott az egészben 10 év alatt, tulajdonképpen ő és Gál Kinga vitték ezt. Elsősorban létrehozták ezt az úgynevezett kisebbségi intercsoportot. Azért intercsoport, mert minden egyes frakcióból beléphet valaki. És én is időként elmentem ennek a csoportnak az összejövetelére, és azt látom, hogy akik érdekeltek ebben, tehát például a baszkok, vagy a finnországi svédek, ezek a kép, vagy a velsziek, ezek eljöttek, de egy valamiről a francia oda be nem teszi a lábát. Nem emlékszem arra, hogy lett volna egy fríz képviselő. De biztos van.
csak egy tudok róla. De ő nem jött el. Hogyha igen, akkor nem találkoztam. Dél-Tirol? Dél-Tirol, igen. Dorfmannak hívják, igen. És sajnos a valóság az, hogy a liberális univerzalizmus kizárja ezt az egész problémát. Hogy ezek amúgy is el fognak tűnni. Egyáltalán nem baj, hogy ezek asszimilálódnak. Mert hosszú távon amúgy is a világ asszimilálódik, mert egy az emberiség. Tehát ezek igazából, senki sem fogja ezt így kimondani. Az, hogy különféle nyelvek léteznek, az egy csökevény. Biztos még emlékszik szegény megboldogult Nikita Szergejevics Hruscsevre. Legalábbis a nevére, ha személyesen nem találkoztak volna. Az ő idejébe alakult ki ez az orosz hármas lépés, hogy most már nem biztos, hogy ezt pontosan tudom idézni, hogy a fejlődés aztán elősegíti az egymásra találás talán, és abból kialakul az összeolvadás. Tehát kialakul egy egységes szovjet nép. És mondtam, ez nagyon érdekes, ez is milyen nyelven fog beszélni? Jó, oroszul. És akkor mi történik a többi nyelven? Történelem hordaléka. Most, ezt senki sem fogja így kimondani, ahogyan ezt én kimondtam, de szerintem nagyon sok liberális fejében valami olyan van, hogy nem kell ezekkel foglalkozni. A nyelvi kisebbségek tűnjenek el, és csak zavarják a helyzetet. Több nyelvűség, hát oké, mindenki tudjon angolul. És hosszú távon nem is olyan nagyon fontos, hogy létezzen, mint a holland nyelv, vagy portugál, stb. Stb. Na most ez szerintem teljesen téves. Nem veszi figyelembe a valóságon, hogy az emberek ragaszkodnak a nyelvükhöz. Valaki nem, de a nagy többség igen. És egy nyelvi közösség fenntartja magát. Egyszer voltam egy vitán, ahol arról vitatkoztunk, hogy mi a minimum, ahol még a nyelvi közösség fent tudja magát tartani, és ahol 100 000-be kötöttünk ki. Tehát egy 10 000-es közösség még úgy fent tudja magát tartani, de nagyon sok mindenről már nem tud beszélni, mert nem alakul ki a szaknyelv. Most erről tudok egy példát mondani. Amikor Litvánia független lett, akkor örököltek egy merőművet, Ignalina. És volt egy vita, hogy ez milyen nyelven működjön, litvánul vagy oroszul. Nem volt meg litvánul a szakszókincs. És elhatároztak, hogy oroszul fogják működtetni. Mondták, hogy nem éri meg mindent lefordítani litvánra, képezni azokat a mérnököket, stb. Stb. Na most ez érdekes, Magyarországon ez megvan. Én nem nagyon ismerem ezt a szaknyelvet semmilyen nyelven, de tudom, hogy ez megvan magyarul. Tehát a litvánok igazából lemondtak egy bizonyos szaknyelvről. Biztos valahol van egy pár ember, aki ismeri ezeket a kifejezéseket litvánul, de nem igazából használják. Na most, hogyha ezt az elvet kivetítjük, akkor kiderül, hogy még magyarban is vannak kérdések, egyes dolgokat nagyon nehéz lefordítani magyarra, mert nincs meg a szaknyelv. Mert nem használják ezeket a fogalmakat. Tehát ebből szempontból nézve vigyázni kell ezzel az egész folyamattal, ezzel az egységes emberiség folyamatával. Mert lehet, hogy a kisebb nyelvközösségek isszák meg ennek a levét, és azt is tudjuk, hogy körülbelül hetente tűnik el egy nyelv. Azt hiszem, hogy amikor én fiatal voltam, akkor azon 6 000 nyelvet beszéltek, most már talán 3 000. És egyre gyakrabban hallok ilyen, ott van egy bizonyos nyelv, aminek már csak egy ismerője van. Vagy. De mondok egy ellenpéldát. Ne legyünk teljesen pessimisták. Jó pár évvel ezelőtt, 90-es években részt vettem egy konferencián, Finnországban. Kelet-balti népek, valami kultúrák, valami ilyes volt a címem. Hosszú volt, unalmas volt, túl messze volt a legközelebbi kocsma, unatkoztunk a vége felé, és az utolsó ülésnek föláll egy úr, és rettenetes angolsággal mondja, hogy nagyon kiváló volt a konferencia, nagyon jó, hogy itt voltam, ez szokásos. És aztán mondja, hogy most valami más nyelven szeretnék beszélni. Elkezdte beszélni ezt a nyelvet, és hát én gondoltam, na, azt egyből föl fogom ismerni, és világos volt, hogy egy finnugor nyelvet beszél, nem finn volt, nem észt,
És aztán nem tudtam, hogy mi lehet. Ki tudja, talán vepsze, vagy valamelyik van altifilis. Szót se értettem belőle természetesen. És aztán azt mondta, hogy lívül beszéltem, tessék fölállni X úr és Y úr, fölálltak, és azt mondja, mi vagyunk a lívül beszélőknek 10%-a. Nem teljesen igaz, mert kb. 200-an vannak. De szemmel láthatólag itt volt egy akarat, hogy igen, ezt a nyelvet, még akkor is, hogy csak 200-an vagyunk, és mindenki két nyelvű, ez mindenkinek a második nyelve, hát feltételezve lett az első nyelvük, tovább fogjuk vinni. Tehát ilyen történetek is vannak.